A nagy terület ugye Burgenland, de hogyha szűkítjük ezt a területet, ugye itt már elhangzott egy településnév, itt majd mindig valószínűleg az lesz, hogy német és magyar neveket egyaránt mondunk, sajátos történelmi okokból kifolyólag. Ugye a kék frankosra az van ráírva a település, hogy Deutschkreuz. Így van. Kérek, mutasd be, hogy hol vannak ezek, tehát hogy nagyjából a térképen hol lőjük be ezt a területet. Tehát mi lényegében a Mittelburgenlandi régióra fókuszálunk, illetve Südburgenland, Délburgenland egyes részeire, településeire, ez a Fertő-tó és a Sopron túloldalának az osztrák határ közeli, határközeli településekre fókuszálunk. Bocsánat, hogyha Magyarország felől megyünk, akkor mondjuk autóval, akkor hogy érdemes megközelíteni ezeket a településeket? Hát ezt úgy gondolom, hogy ugye az egyes M1-es autópálya, és onnan Sopron felé kell elmennünk, és ha jól tudom, akkor Kapuvár felől lehet a legkönnyebben megközelíteni Deutschkreuzot, ami ugye régen, 1920-as évek elején előtt Sopron keresztúrként volt benne a köztudatban, de hozunk be borokat Ilmitzből, az a Fertőtó közvetlen szomszédságában található, hozunk borokat Haracsonyból, hozunk borokat Locsmánról és Sopronjékről. Ezek egy ilyen körülbelül egy 10 kilométeres koncentrikus körben helyezkednek el, tehát egy nagyon szűk területről. Igen, azért is kérdeztem ezt, mert ki akartam én is fejezni, hogy mennyire közel vannak tulajdonképpen ezek a magyar határhoz. Ha valaki Sopronban van, akkor lehet, hogy egy biciklitúrával is azért körbe tudja járni ezeket a településeket. Így van, hát mi lényegében ugye direkt a történelmi magyar területekre fókuszáltunk. Ugye a magyar anyaföldről szeretnénk egy olyan kínálatot bemutatni, vagy egy olyan palettát kialakítani itthon, amely kiegészítheti a hazai kínálatot. Igen, hát és arra is gondoltam, hogy itt a adás első percében menjünk is ebbe bele, hogy ti hogyan csöppentetek bele abba, hogy éppen az Őrvidékről forgalmaztok Magyarországon borokat, ami így első, meg második hangzása is valószínűleg egy kihívásokkal teli foglalatosság. Hogy kezdtétek és miért? Ez így van, ez pontosan így van. Azt tudni kell, hogy édesapám a folyami vendéglátásban dolgozik, most már idestova 30 éve. Ő ezeket a magas minőségű borokat értékesítette hosszú éveken keresztül a nyugat-európai, kelet-európai, illetve tengeren túli vendégeknek, és úgy gondoltuk, hogy ha egy új-zélandi, egy chilei, vagy akár egy dél-afrikai bornak van létjogosultsága a magyar piacon, akkor a magyar anyaföldről miért nem mutathatnánk meg egy olyan palettát, amit én úgy gondolom, hogy igenis van helye a honi piacon, a hazai borkínálatban. Hát édesapád mindenhonnan a nagyobb bortermelő országokból a világon forgalmazott, vagy hozott be borokat Magyarországra, jól értettem? Nem, ő a folyami vendéglátásban, mint hotelmenedzser tevékenykedett, és a hajón, ugye az étteremben volt egy adott borkínálat, és legfőképpen ezeket az őrvidéki borokat forgalmazták. Innen az ismerettség, innen megismerte a pincészeteket, a borászokat, és emiatt tudtunk mi üzleti kapcsolatba kerülni velük.